Kemény Zsigmond társaság vendége, egyben az évadnyitó eseménynek a vendége, Szép Gyula, Kolozsvári Magyar Opera igazgatója. Hát mi rég ismerjük egymást, úgyhogy a kérdéseimmel nem foglak kímélni, de azért hadd kérdezzem meg, hogy igaz-e az, hogy Románia egyetlen államilag támogatott zenei intézmény, ez a Kolozsvári Magyar Opera? Igen, ez igaz. 1948 óta az idén ünnepeltük a 75 éves állami opera évfordulóját, és hát ezt még megtudanám azzal, hogy nem csak az, hogy Romániában egyetlen magyar zenés színház vagyunk, tehát ugye ezt ki kell hangsúlyozni, zenés színház, mivel opera, operettet, musical, balett, meg daljátékokat is műsoron tartunk. De talán megtoldanám azzal is, hogy a világon egyetlen kisebbségi opera vagyunk, illetve az az egyetlen intézmény, zenés intézmény, amelyik nem az állam nyelvén játsz az eladásainak a jelentős részét. És hogy két opera van, magyar opera van csupán a világon, a budapesti és a kolozsvári, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon féltett kincsnek tekintjük. A barcelonai az nem nemzetiségi opera? Nem így tartják számon, nem hogy... Így tartják számon. Nem így tartják számon, hogy... És már említette ez azt, hogy 48-ban, ugye ez... Hát akkor már egyúttal nem tudtátok visszaszerezni az eredeti épületet? Ezt megnéztük az iratokat, de sajnos amikor a Janovics által ugye felavatott, 1906-ban felavatott új épület nem tudta magát fenntartani, és úgy tudjuk, hogy 1910-ben az akkori magyar állam magá államosította forma a Színház Egyesületnek az épületét, és ezért, mivel a háborúban, a változásokkor, amikor a trianoni döntés után az államról államra szállt a vagyon, tehát az ingatlan is, emiatt ez nem kerülhetett szóba, hogy az épületet, a régi épületet visszakapjuk. Ez a Kásmi törvényekkel együtt, akkor ismered a történetet, egész biztos. Lehet, hogy fáj a szíved, amikor ott elmész a nagy épület előtt, de itt ki vagy téve annak, hogy a színházzal közös épületben valószínűleg a nagy teremért is folytonos bakaródás van, próbaterem, stb. Hogy van ez megszervező? Hát ez igaz, de abban az épületben is együtt volt a színház az operával 1792 óta tulajdonképpen, csak nem volt állami. Csak nagyobb épület volt. Igen, és akkor is mindig osztozni kellett a színházzal a színpad felhasználása érdekében. Én azt mondom, hogy nagyon hiányzik egy jó próbaszínpad a magyar operának, mivel mindent a nagy színpadon kell osztani, de kialakult egy rendszer már 1948 óta, hogy milyen nap, hány órától hány óráig használja a színpadot a prózai társulat, és mikor használja az opera, és természetesen nap mint nap egyeztetünk, de sok függ attól, hogy akarjuk egymást támogatni, segítjük egymást, és akkor nagyon jól meg tudjuk ezt beszélni. Én úgy érzem, hogy amióta én vezetem az operát, most már 15 éve, sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani a prózai társulatta, illetve az őt vezető Tompa Gáborral, hogy azt keressük, hogy hogyan segítsük egymást, és ne azt, hogy hogyan tegyünk keresztbe egymásnak, és ez nagyon megkönnyíti a mindennapi tervezést és az együtt gondolkodást is. Hát egy nagy intézmény, zenekar, balett, szólisták. Hányan vagytok összesen?
Alkalmazásban 242-en vagyunk, de hát erre még rájön egy 10-15 állami, állandó közreműködő, akik szinte nap mint nap bedolgoznak különböző tárakban. Hát mi valóban Magyarország határán kívül a legnagyobb magyar kulturális intézmény vagyunk, és azt is szoktam mondani, hogy nem túl nagy, operaként nem olyan nagy ez a társulat, így a közel 250 emberrel, viszont kerek, mindenünk megvan. Vannak jó énekeseink, egy zenekar, ami mondjuk Puccinit is tud játszani, tehát nagy zenekar, te tudod mi zenészként, hogy tehát megvan a háromfás, a teljes rezes felállás, és ezáltal az operirodalom legnagyobb részét el tudjuk játszani saját erőből. Van egy 44 tagú énekkarunk, egy 25 tagú balettkarunk, megfelelő műhelyek, színpadi műszak. Tehát tulajdonképpen egy ép intézménynek mondhatom, és hál' Istennek ki vannak úgy alakulva a tárak közti mechanizmusok, a próba folyamatok, hogy én most nem tartom nagy nehézségnek igazgatni ezt az operát, inkább élvezem a sikeres előadásoknak a mienségét. Tudom, néha ki is léptek a műfajból, vannak önálló zenekari, önálló kórus hangversenyeitek. Létrejött a gyerekkor is, mert ezt céloztátok egy ideig. Hogyne, ez nagy büszkeségem, hiszen most már 8 éve, hogy létrehoztam az opera mellett a gyerekkórus, tehát aztán azt úgy neveztük, hogy Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa, de igazán az opera keretében működik. Mi finanszírozzuk az oktatóknak a munkáját, és gyakorlatilag minden költsége az opera, vagy az Opera Barátok Egyesületét terheli. De ma már a gyerekkórus olyan minőségben énekel, hogy akárki meghallgathatja, és egészen komoly repertoárja kezd kialakulni. Persze azt mindenki tudja, hogy a gyerekek egy után elkezdenek kamaszkobban lépni, ki kell cserélni, mindig előről kell kezdeni, de attól nem mindegy, hogy egy Carmenbe, vagy akár a Hári Jánosba, vagy nagyon sok operában, az Otellóba rendes gyerekkórus van, vagy éppen a fiatal szoprán lányok éneklik be a gyerek szólamot. Ez meg ad egy olyan pluszt az előadásunknak, az üde, tiszta gyerekhang, amit nekem nagy ambícióm volt, hogy ez a gyerekkórus létrejön, és hál' Istennek jól működik. Egy héttel ezelőtt volt az idei felvételi, 40 új gyereket vettek fel a gyerekkórusba, tehát ez jelenti, most kb. 80 gyerekkel dolgoznak a három csoportban a kollégák. Hát ez nagyszerű, tudod, az ifjúsággal való viszonya ezeknek a művészeti intézményeknek az egy nagyon kényes kérdés, majd erre is rátérnék, de először említetted a szólistákat is, hogy ezzel úgy éreztem, a hangodban van egy kis büszkeség, hogy kikkel tudtok színpadra lépni, de ezeket meg is kell tartani, és hogyha már nagyon jók lesznek, akkor kifele kacsinkatnak, vagy tévedek? Ez egy időben határozottan így volt, ahogy mondod, viszont most, hogy megjavult a közlekedés, a határon való átmenés már nem egy probléma, mint a múlt rendszerben, 90 előtt, akinek jobb hangja volt, az szökött el, és többet nem jött vissza, mert nem kapott útlevelet. Nagyon sok olyan régi kollégám, szólista kollégám volt, aki felkérést kapott ide-oda-oda, leleverezték, megegyeztek, csak nem kapott útlevelet. És akkor ezek nyilván elszöktek. Ma nincs ilyen elvándorlás, mert szerződéseket kötnek. Ma már a nyugati, a külföldi intézményeknél kevesen vannak állandó szerződéssel. Szerepekre kapják a szerződést. És akkor például a mi énekeseinkkel én pártolom, hogy mehessenek külföldre énekelni, de mivel a Budapesti Operaház is 3 évre előre meg tudja csinálni a műsorrendjét, akkor egyeztetünk. Ha a Pataki Adorjánnak van egy
milyen sorozata volt, most legutóbb a Hunyadi László sorozata, akkor én úgy csinálom, hogy abban a hónapban, vagy 6 hétben, akkor Patakit mi nem használjuk, hanem más fog akkor énekelni. Vagy Kele Brigitta a Metropolitánban énekelt 2 szezonon át, akkor úgy csináltuk, hogy oda is mehessen, mert én büszke voltam arra, hogyha mi alkalmazottunk a Metropolitánban énekel, akkor természetesen nem teszek keresztbe neki, hogy na, már pedig itt kell énekelni. Bepotolják nálunk is, és erre büszke vagyok, hogy néhány énekesünk van, aki járja a világot. Nem túl sokan, de az, hogy minden hangban van nagyon jó minőségű énekes, van 1-2 tenorunk, legalább 2 baritonunk, 1 basszus, 2-3 szoprán, aki meg mezzoszoprán is van, most 2 nagyon mezzoszopránunk van. Tehát nem nagy tár, de minőségi. De büszke vagyok arra, ahogyan a Kékszakálló Hercegvárát Bukarestbe bemutattuk júniusba. De a zenekarra visszatérve, a Zenescu Fesztiválról most jöttünk vissza nemrég, és Debussynek a Pélias és Melisandre-t játsztuk, ami aki jártas egy picit a zenébe, tudja, hogy nem a legkönnyebb műről van szó, és nem a legegyszerűbb, nem is sokan játsszák. Viszont nagyon-nagyon jó kritikát kaptunk a bukaresti román sajtóval, mire külön örömmel emlékezek vissza. Hát és jól tudjuk, hogy Romániában nem hívtak operákat, csak a bukaresti opera vett részt valaha is a Zenescu Fesztiválon. Tehát ez egy kivétel, hogy minket oda hívtak, mert ez azt jelenti, hogy ugyanaznap játszunk, mint a bécsi filarmónia, és a brémai filarmóniával játszunk egy időbe Bukarestbe. Tudod, ez nekem nagyon jól esik, amit elmondtál. Hány opera igazgatót láttam, akik megkötötték a szólistáikat, irítségből, féltékenységből, félelemből, hogy ott maradnak, mit tudom én. Úgy látszik, hogy a szabadság az jót tesz ennek a kategóriának, és hogyha úgy érzik, hogy nem kötik őket, akkor szívesebben maradnak egy helye. Én nem tudom elképzelni azt, elnézést, hogy szabadba vágok. Én nem tudom elképzelni azt, ha valakit erőszakkal kell ott tartani, hogy üsset a fejét, hogy de énekelj szépen. Tehát ha nem alakul ki a vezetés és a művészek között egy alkotó hangulat, hogy egymásért vagyunk, én is segítek téged, amikor szükségünk van, akkor itthon, és teljesítsz, én nem tudom másképp elképzelni. Hát az erőszakkal való visszatartásról ne beszéljünk. Hát hogyha már erről ezt megemlítetted, eszembe jutnak azok a erőszakos beavatkozások a repertoárba például, vagy nem tudom, vajon visszaemlékeznek ezek, akik ma még az operában idősebb generációban, hogy kijött egy elvtárs, és azt mondta, hogy hát ezt nem lehet, a húsvéti kórust kivesszük abból az operából. Mi van ott, mit énekeltek a Fidelióba? Hogy van az, hogy csak halkan óvakodni kell, itt ránk sok szem, sok fül figyel, hát ezt nem, ezt kivesszük onnan, és így tovább. Emlékeztek még erre ti? Már te emlékszel, gondolom. Hát, hogy ne, bár én csak 88-ban csak 1,5 évet dolgoztam az operánál a múlt rendszerben, de hát én azért már 75 óta ezt az életet éltem, tehát jó, a bőrömön is éreztem sokszor a cenzúrának a minősítését, amikor minden bemutatónk előtt magyarázkodni kellett, hogy miért a népi demokráciát szolgálja, mit tudom én, Huszkának a Lili bárónője. És akkor ezt el kell meséljük, hogy az urak azok rosszak, s a nép a jó, és ez ebbe az operetbe pont ez van. Közben minden fordítva volt. De... Hát írtak egy csomó operettet, ugye? Magnás Miskában az arisztokrácia volt a célpont, és a... 89-ben nem engedtek december 1-e körül semmi játszani, ami azt mondták, legyenek hazai román szerzők művei. És akkor felsoroltuk, hogy Komisélnak volt a London csillaga, nem rossz operett, Máriusz Széchónak a Mary Poppins műzikelje, Hari Bélának a Hófehérke és Sahid Törpe. Az nekünk nem volt az román. De a Hófehérke és Sahid Törpe, azt nem lehetne félreértik, hogy a Hófehérke és a Törpék.
És akkor mondtam, na itt van az 50-es repertoár, mondjátok meg, hogy mit játszunk, és azt játszunk. És hát mit választott ki a cenzúra? Viktória, mert románul írtuk le, hogy Viktória. Na, és, hát ez nagyon jó. És a Viktóriát játszunk december 1-re, nyilván Teltházzal hatalmas siker, ugye ez 89 volt, az volt a milyen szövegek vannak benne, hogy hova szökünk, Budapestre. És mennyire volt a vigilens a cenzúra, hogy azt oda látta, azt, hogy Viktória azt hitte, hogy az a győzelemről szó volt, jól tudott, hogy Ábrahám Pálnak egyik. Világos, nagy, persze. És ebben van a Honvéd banda, Szolla Stefáni. Igen. Erről jut eszembe, ugye hát az operettet említetted. Nézd, az egy kényes kérdés egy művészeti intézmény vezetőjének, mert nyilván úgy érzi, hogy a közönséget nevelni is kell, fel kell hozni egy bizonyos stiláris színvonal. Tehát, hogy befogadjon olyan darabokat is, ami esetleg nem a legközérthetőbb. Ilyen az operett. Viszont a másik feladat az, hogy ki is szolgált, hogy jöjjenek is el. Itt ez egy ilyen érzékeny egyensúly van, hogy nevelni és kiszolgálni. Ezt egy opera színpadán lehet, hogy még nehezebb, mint egy szimfonikus zenekarnál. Nem egyszerű a kérdés, mivel ha nagyon utána akarnánk nézni, akkor először is az iskola rendszernek a zeneoktatás kellene egy kicsit vitatni, hogy mennyire vannak a zenetanárok jelen az iskoláinkban. Az iskolák mennyire pártolják azt, hogy operába is jöjjenek a gyerekek, a fiatalok. Kolozsváron van olyan iskola, hogy szinte minden operaadásra eljönnek csoportosan a gyerekek, de van olyan, ahonnan sose jön egy sem. Tehát nagy különbségek vannak, és ez látszik is, meg érződik az iskolának a nívóján is, hogy ki figyel erre oda, ki nem. Mi próbálunk a fiataloknak, de főleg az elemiskolásoknak nagyon sok didaktikus előadást tartunk, a Jancsi és Juliskát, a Humpertit, és a Varázs Fólának különböző átdolgozása, ilyen egyórás változatokat, de a Don Pasquale-nak csináltunk szintén ilyen rövidített változatot, hogy délelőtt gyerekekkel, családoknak, családos napokat is szervezünk. Ezek mind számítanak, de mi kevesek vagyunk, hogy magunkra tudjuk a közönséget nevelni. Ugye ha nézzük ennek a 75 évnek az alakulását, hát az 50-es években szinte csak nagy operákat játsztak az elődeink. Nem is volt operett, csak ugye a 60-as években szinte, ahogy részben a kolozsvár zsidó lakossága kezdett elritkulni, elvándorolni vagy kiöregedni, az értelmiség egy része elvándorolni, a magyar értelmiség, és a környék magyar falvaiból jöttek be a Kolozsvára a magyar lakosok, és rögtön úgy érződött, hogy változik a repertoár is, hogy az elődeink is megjelent határozottabban az operett iránti igény, ahogy a magyar társadalomnak az összetétele változott. Ugye mondom, az 50-es években még nem volt operett, aztán már a 80-as évekre, amire én is oda kerültem, sokkal több operettet játsztunk, mint operát. Én most igyekszem arra, hogy egy egyensúly legyen, tehát mi több operát mutatunk be, mint operettet, viszont az operetteket könnyebben tartjuk hosszú távon, repertoáron, mint az operákat. De az előbb említetted, hogy olyan operákat is színpadra kellene vinni, amik mondjuk nem a legnépszerűbbek. Erre is volt érdekes kísérletünk, például a nagy zeneszerzőknek kevésbé játszott operáit mutattuk be mondjuk az elmúlt 10 évben. És itt gondolom Wagnernek a Szerelmi tilalom szinte senki nem ismeri. Vagy az Orrig Grófját, vagy Verdinek a Verdi Schiller drámákra írt három operáját, a Luisa Miller, a Haramiák, illetve a Giovanna d'Arco. De még a Puccininak a Fecske címoperáját. Szinte ezeket mind országos bemutatók voltak. Tehát ezt is elmondhatnám, hogy Romániában minden Verdi operát először a Magyar Opera Társulata mutatott be. Igen. Ami
Mert Ravelt is játszott. Igen, igen, Ravelnek a két egy felvonásosát, amit Tompa Gábor rendezett, az egy szenzációsan sikerült dolog, és még működött is. Ha színpadilag is, és jól van előadva, ugye ott is a gyerekkorúsnak is nagy szerepe van, akkor még a közönség is rákattan. Hát igen, az operett, ugye ez a magyar szerzők operettje, egy nagy hatalom a magyar operett, az biztos a világon. Egy zárójelet, ha megengedsz, megkérdezték, hogy nem-e viszünk román műveket is a kiszállásainkra. Hát én nem akartam leégetni az újságírót azzal, hogy megkérdezem, hogy melyikre gondolt volna, mert jó szándékkal kérdezte, hanem csak annyit mondtam, hogy hölgyem, most jöttünk haza a bukaresti opera fesztiválról, ahol 7 romániai zenés színház vett részt. Senki nem vitt román szerző darabját, de vitt 3 magyart. Mert a Jassiak a Vígőzvegyet vitték, vagy a Leál Ferenc operettjét, a Temesváriak a Bála Szavoiba az Ábrahám Pál operettjét, mi pedig Bartoknak a Csodálatos Mandarinját és a Kékszakálló Hercegvárát. Tehát a 7 hazai színházból 3 magyar szerzőműveit vittük. Tehát nagyon gazdag, apropó, ahogy mondtad, a magyar operett termés, a magyar operett játszásnak nagy tradíciója is értéke van. Ez nagyon visszhangot vert bennem, hogy a Csodálatos Mandarinra is vállalkoztatok, főleg zenekari, meg egyéb mozgáskultúrára. Viszont azt is megemlítetted, hogy a város összetételének a függvényében változások vannak az opera repertoár, tehát követitek ezt valahogy, de mit lehet most követni, amikor ezerek telepednek be évente Kolozsvárra, és már egy vízfejű óriás lett, és se a közlekedés, sem egy csomó minden meg van úgy tömve, hogy már lehet, hogy a kolozsváriak, akik ott születtek, és ott a saját városukban már feszengenek, és problémáik vannak. Hogy lehet követni ezt most, amikor nem olyan népesség költözik be, mondjuk felületes információim szerint, akik nem rohannak be az operába mindenáron? Igen, hát ezt a Kolozsvár magyarságának az összetételének a változását úgy 90-ig lehetett követni egy közelebbről. A mai változást is tudjuk, és az egyik eszközünk a gyerekek. Hiszen akik beköltöznek Kolozsvárra, többnyire fiatalok, hiszen jó munkahely kínálat van Kolozsváron szinte minden szektorban, és a gyerekeken keresztül próbálunk hozzájutni. A másik módszer pedig ugye ma már a digitális világban nagyon nagy hangsúly fektetnek a kollégák, ez rám nem jellemző, én egy picit le vagyok maradva ezzel a telefonos mindennapos járással, viszont a kollégáim nagy hangsúllyal tudják már, hogy hogyan lehet az illető városnegyedbe is lakókhoz odaférni könnyebben, hogyha ha Facebookon fizetsz 200 lejt, akkor megcéloz egy városrészt, és akkor oda nyomják az információt. Tehát ezekkel is próbálunk élni. Management szakembereid vannak, akik csak ezzel foglalkoznak? Hogyne, igen, hát van a menedzsment osztályunk, de hát ott 4 dolgoznak, akik lebontják, hogy ki foglalkozik a honlappal, a Facebookkal, ki a plakát tervezéssel, műsorfüzetek, és nyilván a filmek elkészítésével nem tudunk most másképp, ha nem nyomulunk a digitális világba, akkor nagyon lemaradunk. Persze, ez egy digitális vihar van itt. És állást csináltam egy operatőrnek, a Sapiencen végzett egy nagyon tehetséges fiatalember. Most nekünk mikor volt az operán elni állás, hogy operatőr? Most kellett csináljunk, átestünk a fejünk, hogy legyen, és nagynak szükség van erre a tevékenységre.
Mindig elmondom nekik, hogy bezzeg, amikor idejöttem, egy szervező volt, mindig telt ház volt azzal egyel, és kiragasztott három plakátot a városba, sőt a közönség. Na most ez nem megy. Hát boldogult ifjúkoromban, a diákkoromban ez így ment. Egy plakát volt, és az is milyen volt az a plakát, most már nem akarom fölemlíteni ezt konkrétan, de nem volt szükség semmiféle. Kitettünk egy plakátot, és minden hétfő reggel a Malom utca sarkán állt a sor vége, hogy a héten, mert általában régen a plakátok egy hetes, azt a 3-4 címet tettük rá, ami azon a héten van, és a hétre megvásárolták a jegyeket. Olyan területre mennék, ahol saját magamra is kell vigyázzak, hogy ne egy idős embernek a kritikái szóljanak meg belőlem. Először is az opera rendező, az se nem karmester, se nem énekes, se nem kórus, zenekar. Mit csinál az, hogy keresztül vigye azt? Mert ő nem egy énekszakember, nem muzsikus. Legalábbis olyanokat látok rendezni, akik ebben a mesterségben nem zenei szakemberek. Lehet, hogy nagyszerű rendező a színpadon. De mit csinál egy opera rendező ott? Beénekli, hogy mit kell neked énekelni? Vagy hogy van ez? Hát is. Hát nekünk két rendezőnk van, aki zeneakadémiát végzett, zenei szakember és rendező osztályt, rendezést végzett a zeneakadémián. Na hát tehát, akkor... Tehát őt azt nem lehet azzal vádolni, hogy nem zenész. De ott van a közös ismerősünk, jó barátunk, a Tompa Gábor. Ő egy színházrendező, de hihetetlen érzékeny a zenére. És olyan jártas az operairodalomban, és annyira ismeri, hogy mit játszanak, hol játszanak, és azért is lett sikeres ez a Ravel 2-1 felvonásos, mert hihetetlen bölcsességgel hagyta a zenét érvényesülni. Nem akart rámászni mindenképpen valami nagy rendezői trükkel, vagy megoldással, hogy minden áron fejreállítani az énekest, amikor éppen a felső C-t kell énekelje. Hanem akinek jó színházi rendező és van érzéke a zene fele, az megoldja azt szerintem. A sok nagy rendező van, aztán még a Zeffirelli is zenész, és biztos mondhatnánk egy jó pár a világon, aki a nagy operákat rendezett, és megfelelő érzékkel egy jó színház rendező is érvényesül, de szerencsésebb továbbra is, szerencsésebb, ha kotta értő, hiszen azért a rendező is akar mesternek kommunikálni kell. Na most, ha akik egyáltalán nem kotta ismerők, ugye megnehezül a kommunikáció köztük, ezért nálunk többnyire kotta ismerő rendezők rendeznek. Igen, na most ez a szép bevezetés volt arra a kérdésre, amit fel szeretnék tenni. Itt van Wagner, elég ideges ember volt, elég akarnok a zsenie mellett, ugye sok mindent megengedett magának. Vagy mit szólna ahhoz, hogyha látná, hogy Lohengrin egy hattyúval intim kapcsolatba kerül, vagy Tristán a sarokban onanizál. Muszáj egy vaságy legyen a színpadon, ahhoz, hogy a rendező úgy érezze, hogy csinált valamit, vagy egyenruhás alakok, akik lesfel szaladgálnak. Legjobb esetben civil ruhás emberek olyan kosztümös felszerelések helyett, ami elveszi egyszerűen a mondani valóját annak, amit szeretne a szerző mondani. Most, hogyha sikerül moderné tenni, vagy azt a mindenkihez szóló üzenetet, ami egy nagy Verdi operában, vagy már bárhol fellelhető, és neked szól, a közönségnek szól, összekapcsolni azzal, hogy megpróbálod a mai emberhez közelíteni azzal, hogy csak ez nagyon ritkán sikerül, és rosszul. És én a szerzői szemmel szemlélve azt hiszem, hogy akármelyik is, nálatok is volt egy ilyen, már régebb, a Così fan tutte bolondok házában zajlott le, és nem tudom, hogy
kell ez a közönségnek, a szerzőnek biztos nem kell, és mit tudsz kezdeni egy olyan rendezővel, aki ezt próbálja keresztül vinni, ugye a saját koncepcióját, ami nem biztos, hogy sikerülni fog azzal a fajta törekvéssel, hogy a ma emberének úgy kínáljuk azt fel, hogy a magáénak érezze. Azért, mert az civilben van, vagy a mesztelenség, az közelebb viszi a mondani valót. Nyilván, hogy ugye mondtam, hogy el kell kerüljem azt, hogy egy konzervatív nézetet itten lobogtassak, de kíváncsi volnék, hogy mit szólsz te ehhez, hogy te jóval fiatalabb vagy, ott keresztül mentél az operába egy csomó ilyen megpróbáltatáson. Tetszik ez neked, amikor teljesen átfogalmazza és kitekeri annak a szerző elképzelésére appellálok csak is. Lehet engem is konzervativizmussal vádolni, amióta a teljes jogú beleszólásom van a repertoárba, nem volt ilyen rendezés nálunk. Inkább a hagyományos, először is a partitúra szent. Tehát a zenéhez nem nyúlhat senki, legalábbis nem átírni vagy átfogalmazni. Ritkán belemegyünk abba a rövid vágásokba, esetleg ha úgy érezzük, hogy ismétlődnek, ezt tettük például a Hunyadi Lászlót, de egy zeneszerző Selmeszi Györgyöt kértük fel, hogy rövidítsen, aki úgy nyúlt hozzá, hogy igazán nem csorbította a lényeget. És ha megnézted volna a mostani csíkszeredai kiszállásunknak az eladásait, mindenik abban a korban van, olyan korhű ruhákban, díszletekben, jelmezekben lejátszva, ahogy a zeneszerző azt elképzelte. Vannak kísérletezések arra, de nagyon óvatosan bánunk ezzel a témával. Én magam se értek azzal egyet, hogy kiferdíteni a tengelyéből a műveket. Igen, hát az rég volt az a Hári Jánosra gondolsz, aztán nem a Kozifán Tuttéra, ami Bolondok házában játszódott le. A Kozifán Tutté is. Igen, Demény Attilának voltak ilyen kísérletei az operában, ugye sajnos ő már nincs közöttünk, sokkal merészebb, messzébb ment a rendezéseivel, mint akikkel mostanában dolgozunk. Én úgy látom, hogy anélkül, hogy ne legyünk korszerűek, lehet tiszteletbe tartani azt a világot, amit a zeneszerző elképzelt. És vannak erre rendezők is, akik hagyománytisztelők, de azért nem porosak vagy nem tudom másképp kifejezni magam, hogy nézhető, játszható, élvezhető, a mai farmeresek is megnézhetik. És mégis kortisztelőek vagyunk, és mondom a műveknek az értéke is, főleg a zeneszerzőnek és szövegírónak az elképzeléseit azért mi igyekszünk nagyon tiszteletbe tartani. Azon az áron is, hogy jön egy rendező, és megköveteli, hogy X énekesnő... De akkor azt a rendezőt nem hívjuk. Tehát a rendezőt az operaigazgató hívja meg, és kommunikálunk azelőtt, egy elképzelést be kell mutatni. A tervező bemutat egy makettet, a jelmez tervező bemutatja a rajzait, a ruhák rajzait, és arról akár vitatkozhatunk, és ha nem értünk egyet valamiba, azt akkor megbeszéljük. Tehát nem, nincs azért. Én nem azt mondom, hogy beleszólunk a rendezőnek az alkotói folyamatába, vagy cenzurázzuk a rendezőt, de amikor valakit meghívunk, akkor azt tudjuk, hogy ki azért. Tehát nem véletlenül hívunk meg egy vendégrendezőt, és általában tudjuk, mire számíthatunk. Illetve meg a belső rendezőimnek, én legtöbbször megmondom, hogy azt a János Vitézt nem a metró megállóba fogod bemutatni, hanem a mesevilágában. Én akarom a gyerekek szemébe látni azt a csillogást, és amit elképzelt annak idején Kacsó Pongrász, vagy éppen Petőfi. Hát láttam olyan
János Vitéz előadást a Kolozsvári Magyar Operából, hogy nem kellett volna lássa. Igaz, hogy ez 68-69-ben volt. De a zenekarban, zenekarban voltak, azt hiszem, hogy 14-en. Igen, és volt, na, szóval... Pénteken játsztuk Csíkszeredába, egy 40 tagú zenekarral, egy teljesen újra írt kottákkal, tehát és vissza. Ugye ott sajnos nagyon sokszor a pont ezért, mert kis ilyen-olyan zenekarokat szednek össze, és akkor áthangszerelik. Most a kollégáim, a karmester kollégáim az eredeti partitúrát állították vissza, és egy 40 tagú zenekarral játsztuk, és ugyanúgy egy 40 tagú énekarral, nagyon fiatal, nagyon szép hölgyek, az Iluska, meg a János Vitéz is egy délszeg fiatal ember volt, tehát erre is már sokat adunk, pontosan a digitális világnak a konkurencia miatt már nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy én is emlékszem olyanra, hogy 100 kilós Iluska, meg kopasz János Vitéz volt. Igen, sajnos az opera világában ilyen is van. Én mondhatnék nagyon ismert opera énekesnőket, akiket a mai rendezők már nem engednének a színpadra, még akkor is, ha a világ legszebb hangja. Mivel színház is vagyunk, erre is oda kell figyelni ma már, és odafigyelünk, tehát ezzel vitatkozom veled, hogy a 60-as évek operáját, majd kolozsvári magyar operáját nem hasonlíthatjuk ehhez. Én is gyerek voltam Kolozsváron, akkor én 59-ben lettem első osztályos, és a bérletem volt mindig az operába. Állítom, hogy ilyen minőségű sose volt a magyar opera, de szinte ez normális. Hát a 60-as években a zenekarnak a fele alig volt köszönő viszonyban ott a vonalrendszerrel, és az énekkarban meg senkinek nem volt felsőfokú végzettsége. Tehát most már mindenki képzett muzsikus a maga a helyén. Tudod, és ez halszik. Igen, ezt megértem azt, hogyha a Salomé operában levetkeztetnek valakit, mert ezt kérte a szerző. Még azt is megértem, hogy ha levetkeztetik, akkor nem lesz nagyon esztétikus. Külsője, mondtad a 100 kilós énekesnőt. Egy nagy hangér és egy nagyon nem valami nagy művészet teljesítményére az ember inkább azt választja, hogy őt hallgatja, és nem a nagyon mutatós, de rossz hangú énekesnő. Hát a nagy operákban ez így van, ahogy te mondod. Operetben azért oda kell figyelni arra is, hogy néznek ki, mondok egy rossz példát, én nem bántom meg. Marton Éva művésznő. Milyen toszkát énekelt, 20 évig a világ legjobb toszkája volt szinte. Hát ő se volt egy matyóhímzés. És viszont nagyon szerettük, és nagyon, nem tudom hány lemezen van, ahol ő énekli a nagy szerepeket. Igen, operában ez. Még akkor is, ha ma már belemész a nagy operaházaknak a bemutatóiba, és nem kapsz, nem találsz olyan szopránt, tenort, akinek a külseje is ne találjon a szövegíró vagy a zeneszerző elképzeléséhez. Igen, a Salomét mondtam, az pedig egy rettenetes feladat lehet. Igen. Tudod, mindennek meg kell felelni, ennek is, annak is, amannak is. Emlékszem, hogy Mokos néninek hívták a súgót, a 60-as években, és hogy az mit tudott az a néni. Egyszerűen beénekelt is, meg bármit csinált, hogyha baj volt. Hát ezek az anekdóták, amiket ottan, nem sok időnk van, de hát Otroknak a nevére emlékszel biztosan. Olyan. Otrok Ferenc. Több purepetitor vérzett el mellette az, ameddig megtanulta a szerepet. A szöveget akkor is nehezen memorizálta, és Mokos néni egyszer bemondta neki, mert elhasította a nadrágját. És mondta, vigyázzon művész, kihasadt a nadrágját, és beénekelte a szöveget ezt. Most már nem tudom, melyik opera volt. A díszletek dülingéztek
Turandotban fent a, ugye a császár fogta így, mert dőlt az egész dolog, és a két alabárdos megtámasztotta ott, hogy ne essék le. Hát ez. Viszont amit most elmondtál, hogy teljes kiállításban mentek el, például Csíkszeredába, például vidékre. Erre is rátérnék, hogy mennyiben tudjátok lefedni ugye a magyar vidéket, mennyire érzitek ezt kötelességnek. De ehhez pénz kell, ahhoz, hogy elvigyél egy teljes, komplett truppot, zenekarostól, énekes, kórusostól, nem tudom, mifene, egy kisebb színpadra, ugyan, tehát 40-es Kacsó Pongrás zenekarral, ez rendben van, de akkor egy Puccini zenekart hogy visztek el? Vagy egy nagy kiállítású, nem beszélve a díszletekről, hát az biztosan van kiszállási díszletetek, az könnyebb megoldani. De mit csináltok? Ez sokba kerül az egész. Felemás a válaszom. Először is nem tudjuk lefedni nagyon az erdélyi magyar közösségeket az infrastruktúra miatt. Az egész Székelyföldön egyedül Csíkszeredában van egy olyan terem, ahova egy ilyen 44 tagú zenekar, ugye, mert a Verdit meg Erkelt azért 44-46 tagú zenekarra játsszuk, a János Ütözt az 40-nel, de és hogy az befér a zenekarjárókba, több ilyen nincs Székelyföldön. És nincs egyiknek olyan színpada, hogy a mi infrastruktúránk, tehát a díszletek, még akkor is vannak valóban kisebb díszleteink is, de egyszerűen nem tudunk se Gyergyó Szent Miklósra, se Székelyföldön helyre, és ugye Sepsi Szentgyörgyön pedig a szakszervezetek művelésháza be van zárva, az már nem használható, annyira le van robbanva, és ugye a színház épület az meg nekünk nagyon kicsi. Tehát ez az első számú baj, még mielőtt a másik kérdéset érünk. Kiszállásként tudunk Nagyváradra és Marosvásárhelyre járni, ahol szintén nem optimális a zenekari ároknak a nagysága, de elfogadható, tehát Puccinit nem tudunk vinni. A Puccini zenekart ahhoz, hogy legalább hogy egy 8 első hegedűvel annál kevesebben nem nagyon illene, és ugye teljes fúvós garnitúrát ki kell állítani, az nem fér be sem Marosvásárhelyre, se Nagyváradra, se Szatmárnémetibe a zenekari árokba. És egyelőre abban nem akarok belemenni, hogy bántsuk a partitúrát. Tehát vagy lejátszuk úgy, ahogy van, vagy nem megyünk olyan címmel. A Székelyföldre, vagy a csíkszeredai kiszállásra valóban az anyagi háttér kell, hiszen 4 nagy teltházunk volt most a múlt hétvégén, tegnap fejeztük be, és teltház, jó közönség, nem játszunk se, 50 lejés jegyek voltak, tehát bírható jegyek voltak. Az egyik szálloda a teljes bevételt elvitte. De azért van az önkormányzat, és jó kapcsolatban vagyunk a Csíkszereda önkormányzatával, hogy ezt a különbséget fedezi. Az elmúlt években a Bethlen Gábor alap, tehát a Nemzetpolitika Államtitkárság Magyarországról a Bethlen Gábor alatt volt támogatásunk, amibe köteleztek, hogy a támogatás 20%-át tájolásra költsük. Ez aztán a 20-tól máig ez most akadozott, viszont támogatott ebben a kiszállásban a Magyarországi Újmol Alapítvány. Tehát össze kell szedni valóban az összeget, tehát körülbelül egy ilyen 4 nap alatt olyan 1/3-át tudjuk biztosítani a kiadásoknak a bevételből, és 2/3-át pedig mellé kell tenni. Viszont, amint már említettem, a Csíkszereda önkormányzata ebbe partner, és a hiány jelentős részét fedez is, amíg van magyarországi segítség is, akkor meg kerek. Ugye mi honoráriumokat nem fizetünk, munkaköri feladatban megy mindenki, a napi díját kapja, biztosítunk egy ebédet, és mindenki a fizetésért teszi a kiszállást. Tehát ezért bírható, mert honoráriumokat kellene fizetni, akkor szóba nem jönne egy ilyen.
Ezen a kiszálláson, amiről most beszélek, kb. 170-en fordultunk meg. Tehát ez jelentős költség, különösen a szállás. Szabadtéren nem reszkíroztok? De szoktunk szabadtéren, és a tavaly a Kolozsváron játsztunk a főtéren, a Paraszbecsület és a Bajazókat játsztuk tavaly júniusban, és hát ugye volt arról szó, hogy az előbb az épületről is beszéltünk, hogy felújítás következik, ha minden jól megy. Ne beszéljünk most erről részleteiben, mert meg akadozik a tervezés. És akkor nyilván már úgy tervezem a következő nyarakat, hogy csak egy részét adjuk ki a szabadságnak, azért, hogy szabadtéren tudjunk nyáron többet játszani, és a szabadság egy részét pedig télen adjuk ki, amennyiben a színpadunk nem tudjuk használni a nagy termünket. Vannak szabadtéri, hát a Margit-szigeten is voltunk az idén júniusban, és ott szabadtéren játszunk. Hát van felszerelésünk is van rá, meg az eladásaink egy részét már úgy állítottuk be, például a Paraszbecsületet, a Bajazzókat, a Sevillai Borbét, a Péleászt, hogy a zenekar is a színpadon van. Azért, hogyha szabadtéren játsszuk, és netán esik az eső, akkor ne kell megállni. Mert ugye a szabadtéri színpadokon, ha fenn van, ahogy az operában szokás, a zenekar a színpad előtt, az most nincs lefedve. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert ismerem a családi okokból a veronai szerkezetét, a szabadtéri, ott csak szabadtéri van, ugye, és kétféle szabályzatuk van. Egy esőre vonatkozó és egy szép időre vonatkozó. Jó, ott olaszoknál más az éghajlat, de szigorú szabályzat van arról, hogy ha ez van, meddig tart, és így tovább. És ezért érdekel, hogy kétféleképpen próbáltok kiállítani egy-egy opera előadást szabadtérre, eső vagy nem eső esetére? Igen, igen. Így volt a Magyar Napokon 2017-ben Hunyadi Lászlóval is, hogy azért, hogy ne álljunk meg egy kis esőért, mert ugye akármilyen kicsi az eső, ha a kottára rácsepeg, vagy a hangszerekre, az elpakolja a zenész a hangszert abban a pillanatban. De ha a zenekar a színpadon van, akkor egy kicsi esőt még megbírunk, vagy akár leállunk, és folytatjuk. Hát ilyen sokszor volt, de mondom, 4, 5 vagy 6 ilyen címünk van, ahol úgy rendeztük be az előadást, hogy a zenekar is fedett állapotban legyen, és egy kis nyári esőt megbírunk. Igen, tudod, ez az aktuális kérdésekre, akkor nem a politikától távol tartottuk eddig ezt a beszélgetést, de mégis vannak olyan jelenségek, amik én nem tudok átlátni, és a te szemeddel szeretném ezt látni. Itt van például a cigány kérdés. A Carmen, az mit mondtok, hogy ő kicsoda? Cigánylány. Igen, cigánylány. Vagy a... Ez így van a partitúrában, nem változtathatom meg a Bizének a... Hát de hogyne, hát ha megköveteli a politikai állóra. Azért ott nem állunk még szerintem. Nekünk mi azért ilyen szempontból nem állunk olyan nagy bajban, mint ahogy nyugatról jönnek ilyen hírek, hogy mit tudom én, bizonyos szerepet nem játszhat fehér ember, vagy nem játszhat néger. Igen, a trubadurnak a kórusa az milyen kórus az? De azért ez még Romániában, hál' Istennek, még nem jutottunk oda, hogy valaki azt mondja, hogy a rabok kórusa ne legyen rabok, vagy a cigán kórusa trubadurban ne legyen. Oda még nem jutottunk el, hogy az nem egy pejoratív minősítés, hogyha valakit cigánynak mondunk. Hát én nekem nagyszerű kollégáim vannak. Akik kikérik maguknak, hogy ők cigányok. Ők azt akarják, hát hogy ezt mondjam. Azt mondom, hát ez, hogy örüljünk annak, hogy ez nálunk még egészségesebben kezeli, szerintem a politikum is, a környezetünk is, tehát még, legalábbis minket még sose vádoltak azzal, hogy miért cigánykórus a trubadurba, vagy akár miért cigánylány, vagy hát csak mi van a cigánszerelemmel, mi van a cigánybáróval. Hát ezt el akartam folytatni neked, és a Ravel műveivel ugye meg... Igen, de hát ha
ha a címe is az az előadásnak, mint a két nagyon remek, hogy a cigányvárát mosomásra húzta, akkor lőjük főbe, vagy mit csináljuk vele? Igaztalj meg, hogy nem jutunk oda, hogy... Nem jutunk. Tudod azt az... Mi ketten nem jutunk oda. Tudod azt az, hogy volt, ez egy óriási botrány volt, hogy az Otellót egy feketére festett fehér ember énekelte. És ez hogy is mondjam, terebélyesedik ez az egész história, és mi csak abban reménykedhetünk, hogy elkerül minket. Hát szomorúan hallunk róla, hogy ez valóban az Egyesült Államokban elég gyakran előfordul. Azt hiszem, hogy ez a rendezés kérdése is, amit neked feltettem, ez is közel áll ehhez a problémához. Hát most én csak annyit tudok erre válaszolni, hogy mi még egy egészségesebb burokba vagyunk. De az csak a mi szemünkkel egészségesebb, nem? Hát mi ezt úgy gondoljuk, és így tesszük. És addig, amíg a mi környezetünk, és a mi társadalmunk azért inkább a mi álláspontunkon van, és nem vádolnak meg azért, hogy miért játsszuk a cigán szerelmet, akkor örüljünk ennek egyelőre. És képzeld el, hogy néznek ki ennek a címe átíró. Borzasztó lenne. Jó, hát már ez már a vicc kategóriája szerintem. Igen. Más vidékeken már nem. Kolozsváron irtózatos építkezések folynak, nőnek ki a földből hatalmas épületek. Nem lesz egy új operaház, magyar opera? Mert ez, ha jól tudom, nyári színháznak készült ez, amiben most éltek, és egyáltalán nem... Hát te is céloztál arra, persze jó a viszony ott a színházzal, és amíg olyan emberek vannak, akik egymást segíteni akarják, és nem akadályozni, addig ez rendben van. De az operaház az operaház. Nincs erre kilátás? Most arra van kilátás, hogy nagyon korszerű színpadot fogunk építeni, ha minden jól megy. A mostani helyére újra nem nagyon van kilátás. Mi kaptunk Magyarországról egy támogatást, amivel sikerült a város közepén, a Kolozsvári Jókai utcába egy olyan ingatlant vásárolni, amivel nagyon megkönnyítjük az operának a felkészüléseit. Van egy akkora próbaterem, ami a zenekar és énekkar tud próbálni, akár együtt is. Tehát egy több mint 100 négyzetméteres összefüggő felület. Meg kellett venni, a város nem adott nektek egy ilyen? Nem, ezt megvásároltuk, az a magyar kormány támogatásával vásároltuk meg, és újítottuk fel, hiszen nem volt erre alkalmas, egy romba volt. De hát maga az, hogy ezt Kolozsvár belvárosába tudtuk megvásárolni, és most már használjuk, és nagyon-nagyon szinte nap mint nap használva van már. Ott van pár méterre az operától, illetve szintén a magyar kormány támogatásával egy új raktárhelyiséget építettek nekünk Apahidán. Amit ha nagy baj lenne, akkor akár próbaszínpadnak, próbateremnek is, az egy 1000 négyzetméteres új raktár, amit díszletraktár, jelmezraktár, amit még nem laktunk be, mert még azon gondolkodunk, hogy lehet, hogy szükség esetén akár előadásra is tudjuk használni. De ez nem válasz a kérdésedre, hogy új opera lehet-e vagy se. Én nem látom a közeljövőben ennek a lehetőséget. De ebben a két helyiségben, amiről beszéltél, ebben esetleg kamaraoperákat lehet egy-egy pergolézit, vagy valami ilyesmit eljátszani? Kamaroperát igen, ami egy ilyen 100 nézőt tudnánk beengedni körülbelül, és hát egy ilyen 10x4 méteres játszófelületet tudunk biztosítani. Van új zongoránk benne, sőt pianino is új zongora is ebben a stúdióban. Tehát kamara vonos négyeseket, vagy dalesteket, vagy ária esteket, opera esteket nagyon jó minőségben lehet ott tartani, operát nem. Igen. Hát megköszönöm neked a beszélgetést, nagyon jó volt veled beszélgetni, gondolom nem volt túlságosan szakmai jellege a nagy közönségnek. Kemény Zsigmond Társaság nevében
Köszönöm még egyszer, és remélem, hogy leszel még vendégünk. Én is köszönöm szépen, egy élmény veled beszélgetni zenéről, és nem csak zenéről. Tehát köszönöm szépen a lehetőséget, és hogy a nagyon szép társulatunkat képviselhettem a Kemény Zsigmond társaságnál. Akkor viszont várom.